Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az elcigi tesztek. Még mindig a kopaszigát, ami menedékünk. Matyinak már nem, mert ő éppen pirul a napon közben, tehát two in van, kettő az olyan egyben. Olyan rednek leszek, mire hazamegyek. Be se kell akkor mutatnom, Matyi. Te pedig. Boris. From? Bangkok. Bangkok. A mai likvidünk a Vampire Vape Heisenbergje lesz. Előzőleg teszteltük Pinkment, amit szintén Blackie-től kaptunk. Köszönjük szépen, Blackie! Pinkman és Heisenberg a Breaking Bad-ből. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Trónok harcából te... Nem is mondtam, múlt héten kaptam öcsémt egy Breaking Bad-es pizsit. De azt tudod, hogy most megy a videó? Hát tudom, hogy ja, jó, most már mindenki tudja, most és meg tudom mutatni öcsémnek, hogy milyen büszke vagyok rá. Ja, értem, mi is büszkék vagyunk rád. Meg az öcsédre is. Meg édesanyádra, hogy megszúrt titeket. Szóval, térjünk vissza Heisenbergre. Amint látjátok, ez egy nagyon kultúrált kék színű likvid. Fagyáló. És hogy miért kék, azt tudod, hogy miért kék. Mert fagyáló van benne. Aj, de hülye vagy. Azért kék, mert Heisenberg a sorozatban ugye egy meg nem értett rákos kémia tanár volt, ugye, és metet kotyvasztott, egyébként Amerika legjobb metjét. Állítólag, nem kóstoltuk. És a metnek ilyen színe van, ezt is csak állítólag tudjuk, nem fogtunk még a kezünkben ilyen tiltott szereket. Meg itthon szerintem kéket nem is lehet venni. Próbáltad már? Nem, egyébként nem. Próbált venni kéket. És kapott. Igen, azt mondták neki, hogy nincs, mert olyan csak Amerikában van. Nincs, mert Walter White meghalt. Az meg a másik. Most spoiler, boilereztünk. Én képzeld, aki nem látta. Szóval 6 mg, 60 pg ez is, tehát ízbajnok lesz a levesünk. Itt már remeg, mint a kocsonya, és megroppantjuk ezt a nagyon minőségi flaskát. Úgyné, hol az enyém? Ez vízbedobós lesz? Olyan, mint a negró. Tessék. Nekem negró illata volt. Azt mondja egyébként, hogy ilyen gyümölcsös alapíze van, és utána jön ez a... After sensation. Ez a cool after sensation. Tehát ez a nagyon hűs utánérzés. Hát tehát meglátjuk. A mentol a szenzáció után kell szívni. Ánizsos negró. Ehhez van használati utasítás is. Kedves emberek, a szenzáció után el kell szívni. Most például van ez a GS2 szenzáció. Tehát ha ez lemegy, akkor utána kell ezt szívni. Utána, igen. 3, 2, 1, drip. Lefagyott a lábujjam. Jó. Egy fél slukk elég volt belőle. Hallod? Ez olyan, mint mikor megkóstolod a kokaint, és így az ínyedre bekened, de ott érzem. Én nem szoktam. Ja, ezt a kutyára mondta. Hát itt semmi fruity undertone nincs, itt csak mentol negro. Ez tényleg jó a sensation után. Sosem mossuk ki. Szenzáció után megkóstolod, egyből elfelejted a szenzációt. Hát erre, várjál is, ha erre hideg vizet iszok. Ez borzasztó rossz. Ez nagyon negro. Ezt mindenhol érzem. Ez nagyon kígyó. Ez kifele is csípni fog. Leaking. Atomizer. Mivel törlöm meg? Adjál zsepit. A gatyádba töröld bele, persze. Jó hideg lesz ott lent is. Az. Annyira szenzációs volt, hogy... A kazán se bírta. Hú. Coming. Ez nem a szívástól fog kiürülni a tankon. Ez lehet. Az dobott a Dunába.
Fújt ki, ott fújt Barogás. Ki! Barogás! Fújt ki, pocok! Nyomjuk egyből, tüdőre! Én úgy szívtam! Kifagytunk! Hazugság, lehet ezt szívni tüdőre is, de borzasztó szar. Pedig én imádom a mentót. Legalább a légutakat tisztítsa. Én nagyon szeretem a mentót. Tényleg, ez ilyen kőgős időszakra jó lehet. Igen. Nátás az ember. Az orromat is pucolja. Mondjuk már ki gyorsan a véleményt, ezt menjünk haza. Ötből adok neki. Hármat. Ízből. Elfűzd, az az íz volt, igen. Ötből három. Mert ez nagyon, nekem nagyon negrós, és nagyon brutálisan mentolos. Füst az baromi jó. Én adok az ízből, az ötből adok neki. Vacillálok, hogy egyet. Kettőt adok neki. Kettőt, a gőzre, mint az előző adok neki, szerintem az is négy volt. De soha többet nem szívok ilyet. Hát akkor most lehet, hogy csúnyán fogtok rám nézni, de én négyet adok neki az ízből, mégpedig azért, mert én szívtam már 4-5 féle ánizsos lekvidet, és ez az szerintem, ami a legjobban ilyen harmonikus, tehát az az, ami mondjuk lehet, hogy nem fog a tankom szétmállani tőle, meg az ornyák a hártyám sem fog elkezdeni itt nedvesedni, úgyhogy az legyen 4, az íz, a gőz pedig legyen 5, mert tényleg 60 pg-hez képest teljesen jó. Hát, meg lehet szokni 4 a végére. Igen? Én nem tudtam megszokni. Úgyhogy ez a leves nálam kuka érett. Úgyhogy... Tudod, hogy lenne ez nagyon jó a szofisztikát? Hogy ez a leves megy a levesbe. Szó szerint ennyi volt részemről ez a leves. Hogyha ti meg akarjátok venni, akkor vegyétek. Nekem nem lett a zsánerem. Aki szereti a negrót, az vegye meg nyugodtan. Oh. Meg a nagyon durván mentolosat, de... Így a végére meg lehet szokni, de az első szívásra biztos felakad a szeme. Az biztos. Úgyhogy... Ennyi volt Heisenberg. Szívjátok csak tovább, nekem ez nem kell már. Örülök, hogy itt voltatok, mi is túléltük nagy nehezen ezt a mentolos cukorka tesztet. Sziasztok! 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 Hú, de borzasztó szar volt! Ez nagyon durva volt! Ja. Miért adtál neki 3-as?